Budapest Honvéd öreg fiúk csapata nyerte meg a negyedik alkalommal megrendezett mezőkövesdzsúri sportgálát. A győztes csapatban olyan kiválóságok léptek parketre, mint a világválogatottban is megfordult Détári Lajos, továbbá a több száz NB1-es mérkőzésen gyepen töltő Bárányos Zsolt, Dúró József, Budovinszki Krisztián és Farkas Attila. Az esemény ismét kellemes és tartalmas kikapcsolódást ígért, hiszen a honi labdarúgás jelenlegi és korábbi kiválóságai mellett többek között ismert országos és térségi közéleti személyiségek is parketre léptek a Városi Sportcsarnokban december 20-án. A gála az Egri és a Kazincbarcikai öreg fiúk 2x12 perces találkozójával kezdődött. Az összecsapás 10-1-es egri győzelemmel zárult, és előrevetítette, hogy a közönség tagjai gólokban és látványos megoldásokban bővelkedő sporteseménynek lehetnek a szemtanúi. Ezután két nagy múltú klub, a többek között Détári Lajost, Tóth Ivánt, Dúró Józsefet felvonultató Budapest Honvéd és a Diós György veterányai kápráztatták el a sportszerető szurkolókat. A DVTK együttese a klub ikonjainak, a mezőkövesdi kötődésű Vitelki Zoltánnak és Farkas Jánosnak a vezetésével igyekezett megnehezíteni a fővárosiak dolgát. Ez részben sikerült, de a vereséget így sem tudták elkerülni a borsodiak, mivel a Honvéd 5-3-as győzelemmel zárta az összecsapást. Détári Lajos, a magyar foci egyik legnagyobb ikonja, rendszeresen pályára lép a Honvéd öreg fiúk csapatában. Teljesen ráérek, hiszen nincsen olyan munkám, ami megkövetelné azt, hogy naponta részt vegyek edzéseken, vagy akármilyen más elfoglaltságom lenne. Úgyhogy ilyenkor decemberben jó esik egy-két ilyen teremtornára elmenni, régi barátokkal, volt játékostársakkal találkozni, beszélgetni, és mellette játszani egy szép tornát. Van egyébként összetartásotok már, mint edzésekkel készültök-e hasonló tornákra, vagy lényegében csak a kifejezetten a tornákra álltok össze? Mi csak a bajnokságban játszunk, tehát ez minden hétfőn van. Most jelen pillanatban szünet van, de hát soha nem volt még öregfiúk szinten összetartás, hiszen mindenki dolgozik, vagy a labdarúgásban, vagy esetleg valamilyen más szerepkörben. Úgyhogy általában hétfőnként találkozunk, akkor bajnoki mérkőzés van, és ilyenkor most mindenki szabad, és akkor szívesen jövünk, ha ilyen meghívás van. Mennyire gyakoriak egyébként a mezőkövesdihez hasonló meghívások? Elég sok tornára meghívnak minket. Természetesen meg kell nézni azt, hogy mindenki ráérjen, és megfelelő szintű csapattal tudjunk eljönni. Tehát azt hiszem, hogy nem kerülhetjük meg a magyar labdarúgás jelenlegi helyzetének és esetleg közeljövőjének kérdéseit sem. Hogyan látod ma a magyar labdarúgás helyzetét? Mivel hogy már több mint egy éve nem vagyok benne a labdarúgásban, tehát azért nem ismerem annyira. Inkább azoktól kell megkérdezni, akik most benne vannak és aktív részesei a magyar labdarúgásnak. Mi a véleményed például a stadion felújításokról, illetve a stadion fejlesztésekről? Ugye az állam elég komoly energiákat fektet arra, hogy meginduljon fölfelé a labdarúgás. Ez egy óriási dolog, ezt ki kell használni a csapatoknak, játékosoknak. Természetesen vissza kellene csalogatni a szurkolókat a stadionokba, hiszen hiába épülnek ilyen gyönyörű stadionok, ha szurkolók nincsenek. Én bízom benne, hogy jövőre ez a kérdés meg fog oldódni, és természetesen örülök annak, hogy új stadionok fognak épülni. A Honvéd sikerét követően két vérbeli házi presztízsrangadó következett, ugyanis a mezőkövesdzsúri felnőtt férfi és női csapata után férfi együttesünk a kövesdi edzői stáb tagjaival mérte össze a tudását. A két találkozóról sokat elárul, hogy 48 perc alatt összesen 28 gól született. A kövesdi hölgyek magabiztos 9-6-os sikere után javítottak kunságiék, ugyanis a Tóth Lászlót, Bukta Norbertet, Szabó Lászlót és Bocsi Zoltánt is felvonultató edzőket 7-6-ra felülmúlták. A Nyíregyháza és a Kazincbarcika csatáját 8-3-ra a nyírségiek nyerték, így Szatke Zoltánik bebiztosították továbbításukat. A szomszédvári rangadó után a mezőkövesdi és a Honvéd öreg fiú együttesei néztek farkas szemet egymással. Csirmazék végig nagyon jól tartották magukat, de Détáriék lekopírozták a DVTK elleni végeredményt, és újra 5-3-ra győztek. A program a nap egyik fő mérkőzésével, a kistérségi polgármesterek parlamentválogatott rangadóval folytatódott. A mérkőzés nem sok izgalmat tartogatott, ugyanis a honatyák csapata végig nagy fölényben futballozott. Ettől függetlenül sok szép megoldást, nem mellesleg 6-1-es parlamenti sikert láthattak a szurkolók. Az Eger-Nyíregyháza öreg fiúk mérkőzés sem okozott csalódást, a gólgazdag összecsapást a Szabolcsi Egylet nyerte meg, így eldőlt, hogy a torna fináliában Nyíregyháza Budapest Honvéd mérkőzést fognak megrendezni. A drukkerek ezután megyei rangadó részesei lehettek, mivel a mezőkövesd DVTK találkozót rendezték meg. A találkozó tétje a csoport második helyének megszerzése volt, ennek fényében nagy elánnal vetették küzdelembe magukat a felek. Sivákék folyamatosan lépés előnyben voltak, amire a hajrában még rá tudtak tenni egy lapáttal, így végül 9-5-ös sikerrel harcolták ki a kis döntőt érő győzelmet. A sportrendezvényre kilátogatók a belépő mellé egy tombolát kaptak.
A nyerési esélyek növelése érdekében a nap folyamán további szelvényeket is vásárolhattak, és a tombola húzás után sok értékes ajándékot vihettek haza. Az öreg fiúk tornájának bronzmeccsén egy ideig szorosan alakult a találkozó, majd az egriek fölényben futballoztak, és megérdemelt sikerrel szerezték meg a harmadik helyet a kövesdiekkel szemben. A döntőben a 200%-os gárda, a Honvéd és a Nyíregyháza csapott össze. A találkozó első góljára egészen az első félidő végéig kellett várni, ekkor a fővárosiak szerezték meg a vezetést, és ez meghatározta a meccsmenetét. A nyírségiek ugyan ki tudtak egyenlíteni, de a budapestiek lendületét nem tudták megfékezni. Duróék nagy küzdelemben végül 2 góllal megnyerték az összecsapást, és ezzel megszerezték az aranyérmet. A szurkolók a két helyosztó között sem unatkoztak, ugyanis a Mezőköves Zsóri edzők, Mezőköves Zsóri nők összecsapást izgolhatták végig, melyet hölgyeink 9-7-es sikerrel zártak. Az ünnepélyes eredményhirdetésen a dobogósok mellett külön díjat vehetett át a torna legjobb játékosának megválasztott Bárányos Zsolt és a legjobb kapus Tóth Iván. A két fővárosi játékos mellett a Viadal gólkirálya, a Mezőkövesdet erősítő Víg Ferenc lett 8 találattal. A díjakat és elismeréseket Hagyacki József, a Mezőköves Zsóri alelnöke, László István, a klub utánpótlás technikai koordinátora és Dobó Zoltán, a DVTK egykori játékosa adta át.